Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este templomunkban. Megköszönöm Lúciának a kitűnő bevezetőjét. És felső tagozatos fizika tanárunkat, a már sajnos elhunyt regőcei tanárórat szeretném idézni, amikor a mozgásállapot változásról tanított minket. És mi a fontos? A változás! A változás a fontos. De az, hogy te beállsz egy parkolópályára egy gyakorlatban, előbb-utóbb a karmát kirúgonna, mert nem vagy hajlandó változni. És az az érdekes, hogy az a nyugalom, ami itt van, az a szépséges környezet, az a nagyon finom étel, az a jól működő forma, a rendszer által nyújtott támogatás, amit itt örömmel hallok, mert minden szívdobbanásomban ott van, hogy ez a támogatás működjön, és nagyon jó hallani. Ez néha félrevezető lehet, hogy akkor te most úgy beálltál egy utazó magasságra, és valójában nem történik semmi addig, amíg be nem jössz az interjú szobába. És hallhattátok, hogy a kornok milyen jó élmények, mennyire előre visznek a mindennapokban, főleg amikor integrálod a kávézóban a különböző segédeszközökkel az írásodat. És kiderül, hogy a segédeszközök közül a kóan a legízletesebb az nagyon finom tud lenni. Én nagyon hálás vagyok az összes tanítómnak, akiket ismertem, és akiket nem egyaránt, hogy ezt a hagyományt így ránk hagyták. Elképesztő felelősség ezt vinni, ezt már így az idültebb gyakorlók érzik, hogy egy olyasféle kimerem mondani univerzális emberi felelősséget veszel magadra a dharma gyakorlatával, amely meghaladja az addigi felelősség vállalásaidat, de mégis nem hogy elviselhetőbbé, hanem minőségébbé, emberibbé teszi őket. Nézd meg, hányféle felelősséget vállalsz, és közben tapasztalod-e a szabadságodat. Pedig a darma gyakorlata elhozza neked azt a szabadságot, azt a szellemi rálátást, azt a fajta dualitásmentes tisztánlátást, amelyből te szabadon vállalhatsz kötődést, felelősséget, kapcsolatokat, elkötelezettségeket. És kiderül, hogy ez az emberi lény, akik mi vagyunk, nem létezhetünk a szabadság bizonyos tapasztalata nélkül. De nem is tudunk a kötődés bizonyos tapasztalata nélkül sem létezni. Most nézd meg, hogyha a szabadság azt jelenteni, hogy te elmagányosodsz, és te ezen az áron tapasztalod, nagyon kevés embernek kellene ez. Megpróbálják sokan. De aztán zsákutca lesz a magány. Nagyon sokan megpróbálnak olyan kötődéseket képíteni, hogy ők csak boldogok legyenek. Boldogult Karcsi nagybátyám a nyugdíjas éveit úgy akarta élni, hogy minden nap öröm legyen. Aztán sajnos egy karácsonykor találták meg a lakásában, amikor már nagyon-nagyon hosszú ideje halott volt. Mert az öröme megölte. Nézd meg, hogy milyen kötődéseket, ragaszkodásokat válasz és közben tapasztalod-e a szabadságod, hogy tényleg tetetted ezt. Nagyon sokszor nem így éljük meg. Képzeld el, hogy egy olyan házban élnél, ahol az ajtót minden este leheggeztik. Az összes ablakot leheggeztik, a kéménynyilást bedugják hatalmas betondugókkal, és azt mondják, hogy reggel majd kibontjuk. Reggel majd mehetsz. És akkor jönnek a lángvágók, meg a flexek, és akkor kivágják a leheggeztet ajtókat és ablakokat nem lenne jó az éjszakád, így van? Nem éreznéd magad különösebben jól. Ha pedig a ház ajtaja és ablaka kényszerűen nyitva lenne, tárva nyitva, és éjszaka úgy kellene aludnod, hogy nem tudtad becsukni, akkor is elég kellemetlen éjszakád lenne. És úgy tűnik, hogy ha te választod meg, hogy a nyilázáróban hány réteg üveg legyen, hogy legyen-e szúnyogháló vagy sem, hogy ezt te mikor csukod és nyitod, úgy tűnik, hogy akkor a komfortérzésünk megvan. Nézd meg az életedet, hogy hány köteléket tartasz változtathatatlannak, abszolút értékűnek. És hol látod azt, hogy te képtelen lennél egy bizonyos kapcsolattípus felvételére, le se tudnál az illetővel szemben ülni, mert annyira borzalmatos. És ezt a két szélsőséget, ha az abszolút igent és az abszolút nemet tudod relativizálni, attól a szabadság és a kötöttség sokkal emberibb lesz, sokkal cselekedhetőbb lesz. Tehát nem elég az a útra lényegét elolvasni, és esetleg itt a párnám megélni, hogy ha meg akarod ismerni a világegyetem miben létét, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ez elképesztően jól hangzik, és ha egy ideig ezt olvasgatod, akkor rájössz, hogy egy centivel nem jutottál közelebb a realizációhoz esetleg egy-két éves nézetet kiiktattál. Esetleg már nem helyezett kívülre valami elvontságba ezt az egészet, hanem elkezded látni. De amíg ezt nem tapasztaltad, legalább egy pillanatra, teljes mértékben, amikor visszalépsz a teremtetlen állapotába, és abból teremtesz, addig ez nem teljes addig nem látod át, mert nem tapasztaltad, hogy tényleg mi teremtjük ezt a világot egymásnak és magunknak egyaránt. És amikor elvonulásra jársz, akkor a gyönyörűségek mellett viseld el azt, sőt, keresd azt, hogy a praxis hogyan billent ki az addigi nézeteidből. Hogyan kell elhagynod a komfortzónádat? Hogy hogyan lehet örülni annak, hogy egy újabb kohan interjúban lehet részed? És nem pedig ez, hogy Úristen, már megint nem fogom tudni. Na de onnan indul, hogy nem tudod. Hát addig, amíg te tudod, sőt, jobban tudod, és én tudom a legjobban, addig miről beszélünk. Tehát az az igazi amit nagyon sokáig nem tudsz, és küzdesz vele, és amikor megoldottad, akkor, akkor valami átbillensz, valamit meghaladtál. Valami már tényleg komposztálódott benned. És rájössz, hogy az a trágya karma, amilyen büdös, olyan hasznos. Mert a trágyából lesz a komposzt. A komposztból a termőtalaj, a termőtalajból a zöldség, meg a gyümölcs. Azt elfogyasztjuk, és újra trágya. Ez a körforgás itt, ami életünkre mentálisan és fizikailag egyaránt jellemző. Úgy tűnik, ha más bolygókra mennénk, mondjuk a Marsra, ott is jellemző lenne. Amikor neked bajod van a lineáris vagy ciklikus idővel, ezzel a háromdimenziós térrel, vagy a lélek és a test hány torgásaival, akkor még valami nincs a helyén. Akkor még nem láttuk át sem az univerzum, sem az ember működését. És azért vagyunk itt, hogy ezt átlássuk, meghaladjuk, és utána helyesen gyakoroljuk. Ehhez a gyakorlathoz kaptunk most egy nagyon szép bevezetőt Lucia által, és a továbbiakat a kérdéseitek függvényében fogom elmondani. Kinek van tehát kérdése? Nekem az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudjuk megfelelően kezelni a társas magányt? A társas magányt a társal együtt kell kezelni, hiszen ez a párkapcsolatok egyik legnagyobb zsákutcája, amikor egymás mellett hajlandóak vagyunk elmagányosodni. Először észre kell vennünk, hogy mi volt az, ami még működött tegnap, de ma már nem. És megnézni, hogy hogyan lehet ezt a hidat újra lenyitni. Hogy tényleg szolgáljon a két part, a két ember között. És néha akkora a frusztráció, a bizalmatlanság, a szeretet hiány, hogy nem mered lenyitni a hidat, ha pedig ő nyitná le, akkor te azt nem engedné csatlakozni hozzá. És el kell kicsit távolodni, hogy a magány az intimitásban, társkapcsolatban jelenlévő magány ne fájjon annyira, mert azt tud a legjobban fájni. Ha valaki távol van, az jöhet közel. De ha valaki közel van, de mégis távol, az borzasztó. Az szívszaggató. Ez akkor álljon be fizikailag is az a távolság egy napra, három napra, egy hétre, ami a lelkek között van. Éljük meg a térben ezt a távolságot, és utána pedig menjünk újra közel, lélekben és testben, egészen addig, ameddig a másik is. És hogyha nagyon komoly a felhalmozott, elintézetlen karma, akkor nagyon komoly kérdéseket kell föltenni egymásnak. Az egyik ilyen kérdés az a miben segíthetek. És nézd meg, hogy milyen választ kapsz. Lehet, hogy egy hatalmas bevásárló listát kapsz, és a végén pedig csak egy ilyen csillagpont csillag. Lehet, hogy egy olyat kapsz válaszul, hogy úgy örülök, hogy megkérdezted, én miben segítetek. És akkor elindul valami. Tehát egy kapcsolat mindaddig működtethető, amíg valamennyi energia és tudatosság van benne. Amikor minden tudatosságot, azaz információt, és minden energiát kivettél belőle, akkor annak vége. A karmának nincs ön természete, hanem mi teremtjük, és hogyha teljesen eltöröljük ezt a teremtést, akkor az megszűnik. Átalakul a benne lévő energia valami másba, és a benne lévő információ vagy tudatosság is átalakul valami másba. Az adott kapcsolat tól ig, az megsemmisül. De nem a semmiből jön, és nem a semmibe távozik. Ez fontos. És nézd meg, hogy akarsz-e túllátni a kapcsolaton. Tehát van-e következő lépés, hogyha a hidak már nem működnek? És ha van, akkor meg akarod el lépni, vagy nem? És ha nem, akkor teljes szívvel, minden szeretettel és bölcsességgel együtt próbáld meg restaurálni a kapcsolat érdemi, intim, emberi részét. És akkor a társas magány megszűnik. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy ma már ezt említetted az étkezés során, a formális étkezés során a tudatosság és a, a, a csend, hogy ha hogy kifejtenéd azt, hogy hogyan látunk rá a karmánkra. Szeretnék először a csendről beszélni. Na most a karmáról, amikor az étkezés gyakorlod, akkor teljes tudatosság van ebben a csendben és ebben a térben, mert meghallottuk mindannyian a madarak csiripelését. Hát meghallod a saját kanalat kocogását, a kicsit tálak koccanását a fatálcákon, és innentől kezdve látod és hallod azt, hogy mit csinálsz, és esélyes az, hogy érzed az étel ízét, mert erre megy ki a játék, hogy végre érezd az étel ízét. És kiderül, hogy nem gyomrot töltünk, hanem ízeket érzünk. Innentől kezdve dolgunk van azzal, hogy megfelelő módon viszonyuljunk a természethez és egymáshoz. Segítsük egymást a táplálkozásban, és pont úgy és annyit együnk, amennyire szükségünk van. És ez legyen ízletes, és az is köszönjük tündérkénknek és minden segítőjének. De, hogyha nem mélyülünk el az ételben, nem mélyülünk el az evésben, akkor valójában elsiklottunk fölötte, és éhesek maradtunk, közben a gyomrunk tele van. Nagyon fontos, hogyha valakinek étkezési problémája van, mert túl sokat eszik, vagy túl keveset, akkor az étkezésnek a formája is, és a tartalma is segít, és itt a tudati tartalmáról beszélek. A formája gyönyörű. Pillanatok alatt rálátsz, hogyha te túl lassú vagy, túl gyors vagy, reagálsz a, az étekre, valami olyasmit teszel, ami számodra is szokatlan, és kiesel a ritmusból, ezek mind a maradványkarmát mutatják. Én emlékszem a kóreai formális étkezésre, ugyanígy négy tál, ugyanígy csukpi, és 8 perccel, 10 perccel rövidebb. És rájöttem két év múlva, hogy úgy eszem, mint az állat. Ez két évbe telt. Mert minden áron el akarod fogyasztani a levest, a rist, az összes belevalót, a salátát, a feltétet, mert étkezési időn belül kell enni, és akkor utána jön a következő 4-5 óra múlva, és te nem akarsz nasízni, és különben is te bajnok vagy, büszke vagy, szerzetes vagy, és te akkor is megeszed, hogyha 5 percet van rá, és nem 8 vagy 10. És miközben én elképesztő hatékonysággal toltam magamba ezt így hónapokon keresztül, eszembe jutott egy csomó minden. Hát egyrészt az állat. Tehát amikor rálátsz az állatra, az nem kellemes. És arra is rálátsz, hogy ha így tömöd az állatot, akkor a következő életedben is így fogsz enni. Na, ekkor az ember észbe kap, és azt mondja, hogy akkor lehet, hogy a kevesebb az több. Tehát kevesebbet fogok enni adott idő alatt, mondjuk jobban megrágom, jobban ízlelem, és ezáltal nem az állat eszik, hanem az a látás is, amely meglátta az állatot. És az meg kicsit emberibb. Csak onnantól kezdve látod, hogy az étkezésnek a formája és a tartalma, a tudattartalma mit csinál. Ráláthat az összes szokásodra. Miért? Nem mindenki evett úgy, mint az állat. Van, aki erre már rájött. Én két év alatt jöttem rá. Maga az az aggodalom, hogy neked nem jut elég, vagy nem jut az, az tesz éhessé. Nem a gyomor működését, nem az izomtevékenység, hanem az a tudat, hogy ez így nem lesz jó. Rövid az idő. Nem olyan a kaja. Ki tudja, milyen lesz a következő. El kell feleznem a belevalókat a mellettem ülővel, és jut -e nekem elég fahéjas pogácsa. Ilyen tudatformák, és hazavágják az egész anyagcserédet. Ha így tényleg nézegeted magad a tükörben, hogy te hogyan viszonyulsz az ételhez, azaz a testedhez, azaz a vágyvilághoz, elképesztő tanítás. Nagyon komoly változások állnak be akkor, amikor így rálátsz a mély tudati szokásaidra, és amikor teljes káó van, akkor megkérdezed végre, hogy mi eszik bennem. Mi az, ami tényleg elfogyasztja. És látod belül, hogy az egész dinoszaurusz csorda zabál tolja befele, behabzsolja, felfalja, legyalulja, és magáévá teszi. Na, amikor ez a fajta ösztöncsoport így szépen, mint a kórus elkezd üvölteni belül, akkor vagy a realizáció szélén, hogy valójában most tényleg enni kéne. És nem pusztítani, nem birtokba venni, nem letarolni. És hogyha ez megváltozik, Tényleg a világhoz és a magadhoz való viszony, az emberekhez való viszony megváltozik. Van egy olyan verziója az étkezésnek, amelyet itt még nem vetettünk be, de a lelkesedés nyomán szerintem befogjuk, és akik hagyományos szerzetesi tréningen vettek részt, ők tudják. Demonstrálom. Fel van szolgálva minden étel, de előtte is, és alatta is és evés közben is ilyen kis rövid mantrákat mondunk. Tehát amikor már fel van szolgálva, mindeset illatozik a rizs, meg a leves, meg a finomságok, akkor te nem eshetsz neki kanállal, pácikával. Ó, nem. Akkor a következő történik, emlékszünk a buthára, És elmondjuk ezt, hogy Bulszenkabira Szondomagelta Salva Parana Imjol És ebből még két verszak. És akkor ez a buddha születése, otthon elhagyás, megvilágosodás, tanítás és nyilvána. Tehát ez négy. És akkor utána, miután átszellemült, és ez nem vicc, utána elkezded enni, hogy a buddha természeted egyen, és ne a dinoszaurus csorda, nem az állat, nem a pusztító, nem a kabzsi, nem az elsajátító, és a többi. Ez azért gyönyörű, nem kell bűntudatot legyártani ehhez, hogy ó, hát bűnös lélek, mert tested van. Ez egy másik vonal. Ebben nem megyünk bele. Test van, lélek van, tessék táplálni. Helyesen. És akkor jó. Nagyon-nagyon képletes volt, köszönöm szépen. Örülök. Még sokat fogunk közösen enni, úgy érzem. Egyéb kérdés? Tegnap gondoltam, hogy majd este megkérdezlek a téged a feledékenységről. És elfelejtettem. És elfelejtötted. De jól csináltad te. <laughs> szóval. Most emlékszel? Igen. <laughs> hát akkor meg is válaszoltad. Sok oka van, és most esetleg valami trükköt vagy tippet esetleg tudnál adni ahhoz a verzióhoz, amikor mondanak valamit, utána pedig mondanak sok más dolgot, feladatot, amit el kell látnom, és közben valahogy az az első, az kitörlődik. Mit kérdeztél? Tehát esetleg van valamilyen tudati ötleted, módszer? Annyira, amennyit akarsz, tehát tele van az internet is vele, ezek a memóriafogasok, meg címkék, meg egyebek. Én az úgynevezett belső idővonalat szoktam használni, és érdekes, hogyha eléggé jól működik a tudatos és a tudattalan közti csapóajtó, oda és vissza, a te elmét pillangó szelepe, akkor a jól tud működni. Tehát minden egyes teendőt, infót, stb. beraksz egy idővonalra. És elképesztő, hogyha hagyod, akkor emlékszel rá abban a pillanatban, ott és úgy, ahogy azt beraktad. Ez nem az, hogy megjegyeztem. Ez azt jelenti, hogy jövő kedden egy órakor jönnek a javítók ide, hogy a beázást javítsák. Fantasztikus. Addig nem fog rá gondolni, és a munkaperiódus előtt eszembe fog jutni. Azért, mert azt mondtam magamnak, hogy ez lesz. Nem felejtünk valójában, csak az info nincsen a megfelelő helyen és időben. És hogyha te helyzetbe és időbe hozod azt az információd darabkát, akkor a külső körülmények, azok felébresztik benned, és már is aktiválódik. Tedd helyesen függővé az infót. Ha ez és ez történik, akkor használom. Ebben az időpontban, ezen a helyen használom. És a tudatalanod be szépen lemegy, és amikor kell megjelenik. Ezt hívjuk intuitív memóriának, és ennek van egy nagyon komoly technikája. Belül tesz szépen a tiszta tudat tükrében elrakod, és nincs elveszett bit és nincs feleslegesen állandóan terjengő információhalmaz az elmédben. Köszönöm szépen. Szívesen. Lehetséges a felébredés egy hagyományvonal, vagy egy konkrét mesterhez való elköteleződés nélkül? Próbáld ki, nem tudom. Nekem nem sikerül nélkül semmi, nem, hogy felébredés, egy egyetlen lépést nem tudtam volna tenni az úton. Ha nem találkozom a tanítómmal, nem bízom meg benne, nem művelem a tant, nem illeszkedem be a szangába. Tudom, hogy ilyen tenyeres talpas, hétköznapi feltételezkötött kötött realitásnak tűnik, mert az is. Tehát lehet-e valamilyen repülő alkalmatosság nélkül repülni? Igen, lefelé. Miért lenne baj, hogyha mesterrel és hagyományjal valamiféle köteléket kéne vállalni? Nem szeretnéd? Hát elég nehéz nekem, így van. Hát azt sosem mondtuk, hogy könnyű. Párkapcsolatod van? Családi kapcsolat? Egyébként van? Persze, igen. Könnyű? Hát olyan, amilyen. Akkor a mesterrel is olyan, amilyen lesz. Meg a hagyományjal is. Az egy olyan család, ahol a konvenció vagy az egyetértés alapján vagy tag. Nem pedig a vérségi kötelék alapján. Ezt hívjuk csoportkarmának. A családi az a vérségi kötelék. Egyik se könnyű. Mindegyik egy picit más. És az a jó, hogyha az egyik segítségével tisztítod a másikat. Tehát nézd meg a karma négy nagy osztályát, egyéni, páros, családi, csoportos. Mind a négyet valamilyen szinten megéljük. És mind a négy önmagában képtelen arra, hogy megjavítsa önmagát. Tehát ki kell lépni az egyikből a másikba, hogy rálás, és tud javítani. És utána pedig visszatérsz. Egyik sem abszolút, egyikben sem tudsz tartósan menedéket venni, és mind a négyre valahol szükség van. Én kívánom, hogy mind a négyet tisztán látva, az olyan, amilyen tükörségével művelt. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Hát ha már beszéltünk család és csoportkarmáról ezzel kapcsolatban merült fel bennem egy kérdés, hogy, hogy hogyan tudom a határaimat megtartani, akár családban, akár csoportban, a rugalmas alkalmazkodás gyakorolva folyamatosan. Sokat kell hegyes halomra látogatni. Vagy ártánd környékére esetleg. Nem beszélve röszkéről. Ott, ott vannak ilyen határzónák, ahol látod azt, hogy nem vagy bent, és nem vagy kint. Most a korlátokról vagy a határokról beszélünk, mert a határokat szerintem elég gyorsan felismerjük, a korlátokkal állandóan bibelődünk. Nézd meg azt, hogy a korlátokat utáljuk, a határokat előbb-utóbb elismerjük, hogy arra szükség van. Határok nélkül az egyén, a pár, a család és a csoport egyaránt működésképtelen. Ha viszont Korlátoltak vagyunk, korlátok között élünk, korlátok közé csukjuk a másikat, akkor is működésképtelenek vagyunk. Tehát a határ nagyon más, mint a korlát. És főleg akkor, amikor ez egy családban, vagy egy csoportban, vagy egy párkapcsolatban nem nyilvánvaló, akkor az egyénre kell visszamenni, hogy ki mit nem vesz észre. Ahol ezeket a határokat nagyon jól írva vagy íratlanul, de általában íratlanul beszabályozzák, elképesztő harmónia van. Itt Például egy alapdolog az, hogy a munka tevékenységét hogy osztjuk el. Ki mit csinál? És ott vannak határok, de hát olyan szinten nincs korlát, hogy ne tudnál egyik helyről a másikra átmenni, hogyha éppen arra kérünk. Igazából az emberi kapcsolatokban vannak ezek a nagyon-nagyon kényes területek, hogy mikor lépsz be a másik intim zónájába és mikor sérülsz te attól, hogy hirtelen megsértették a szuverenitásodat, az önrendelkezésedet, hol a másik csak éppen egy kicsit közelebb akart jönni. Ugye? Ezek a határok rugalmasak, de léteznek és ezeket tiszteltbe kell tartanunk. Ha túlságosan visszavonulunk így a határok mögé, akkor ilyen elképesztő, hatalmas, jeges űrök tudnak keletkezni emberek között, de marhára tiszteltbe tartjuk egymást 2000 kilométerről, és közben van egy 6 km vastag jégmező. Hát ez nem ér sokat. A másik az, hogy mindenki szeret mindenkit, hatalmas nagy lobogó szeretettel és együttérzéssel, de állandóan vitatkoznak. De akkor mindenki a szeretet vulkányában egy ilyen kis bazal darab, és állandóan ott lőjük ki magunkat vertikális és horizontális irányba, és állandóan csattanunk a másikkal, de különben elképesztően nagy érzelem van. Nézd meg a két szélsőséget. És hogyan lehet ezt az egészet középúton gyakorolni? Úgy, hogy meglátod azt, hogy az egyénekből alakul a közösség, és a közösség is egyénekből áll oda-vissza. És megnézed, hogy hol van a te szereped az adott kapcsolattípusban, legyen az pár, család vagy csoport, mi a dolgod, a többieknek mi a dolga, és akkor fel lehet venni azt a nagyon rugalmas, nagyon érzékeny, de nagyon határozott állást, hogy igen, segítünk egymásnak, érezzük, látjuk egymást, szeretett kapcsolat van, de nem másszunk bele a másik pszichéjébe. És nem kezdjük el meghatározni a másikat, mert én jobban tudom. Tehát nézd meg, és akkor, akkor működik, nagyon jól tud működni. Ehhez a belső teret és a külső teret egyaránt tapasztalni kell. Egyaránt tisztán kell tartani. És akkor van egy ilyen bizalmi alapú, harmonizált, működőképes, szeretettel és tevékeny kapcsolat. Nem is mondanám kapcsolat rendszernek, mert ilyen kicsit gépiesnek tűnhet, de az, csak hogy ez az íratlanban gyökeredzik, sokkal inkább. Nagyon sokan próbáltak írni róla, és így kodifikálni, hogy ezt hogy kell csinálni. Nem ment. Ezt elméletből nem lehet. Modellezni nem lehet. Szavakba önteni teljes értékűen nem lehet. Lehet róla beszélni, megírni. De mi az, ami minket összefűz, azt csak akkor tudod meg, hogyha először észreveszed, hogy mi az, ami elválaszt. És mind a kettőt merni kell észrevenni. És akkor intelligensen felnőtt módon tudunk kapcsolódni egymáshoz úgy, hogy az önrendelkezésünk az töretlen. És a másikét is úgy hagyjuk. Közben pedig teljes a kapcsolat. Úgyhogy ezekre a paradoxonokra tessék rá lelni, ezeket műveljük, és akkor előre megyünk az úton. Köszönöm. Szívesen. A meditáció, a lelki állapot és a kuhanoknak az összefüggéséről szeretnék kérdezni, mert azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy amikor itt szinte belül jól vagyok, meg akár a meditáció is jól megy, akkor a kuhanokkal rengeteg akadályom van, tehát hogy így nem nagyon mennek, és most meg azt tapasztalom, hogy amikor a leg, legnagyobb rogyogás meg bennem, a legnagyobb felkavarodások, akkor kezd így működni a vanok megoldása is, erről köszönöm, hogy hallgassz Nagyon jót mondtál. Ugyanis ez pontosan így működik, hogy amikor belül rend van, és az énség azt megszilárdítja, hogy akkor a világ ez, én meg emez, és akkor ennek így kell lennie. Na, ekkor az intuíció teljesen le van blokkolva, és amikor pedig ezt az én struktúrát a realitás egy kicsikét megzúzza, és fortyog fel a tudattalan, akkor előbb-utóbb az intuíciónak így a fénye és egy, egy pillanatra legalább utat talál. Tehát ezért kell a káoszaidat és a válságaidat megbecsülni, mert ez alapján változol. Ennek során tudsz valamilyen fejlődést elérni. És amikor belül a tervezett válság, a koan megoldatlanság az egy tervezett válság. Nagyon jól körülhatárolható, hogy bekövetkezik, hogy hogyan, az rajtad múlik. És ekkor a belső megoldatlanság magára rántja az egész addigi nézetvilágodat, hitrendszeredet, kapcsolatképedet, mindent ránt magával, és úgy tűnik, hogy semmi nem működik. Igen, ám, de addig nem működött olyan jól, hiszen ha nem oldottuk meg azt a mélyebb kérdést, és az intuíciónk fénye nem világlott ránk és a világra, akkor valami hiányzott, per valami nagyon felesleges volt. És a káoszban, a válságban, a megoldatlanságban ezek a feleslegességek el tudnak olvadni, el tudnak párologni. Csak a forma, a környezet azért ennyire tiszta és visszhangmentes, hogy te pontosan tudd, hogy ez benned zajlik. Senki sem üt téged csákányal a fejed búbján, hanem belül vannak a problémák. Nem kívül. Még hozzá se szólnak, kivéve, hogyha operatív az, hogy hát az uborkát vágd a a kis ujjamat. Tehát így van kommunikáció, de egyébként nincs. Nincs sztorizás, nincs véleményalkotás, nincsen személyes narratíva, ugye? Mert nem testáljuk egymás karmájának a képét így a környezetre. Ez nagyon fontos. Úgyhogy ez gyönyörű, mert ez teljesen a nagykönyvben megírt törvényszerűséget követi, és amikor te hajlandó vagy a karma teljesen plazmaszerű állapotában megmaradni, magyarul nem szilárd, nem folyék, nem gáz, nem ő, működsz, de szilárd önkép nincs, akkor kezd el az intuíció, hogy így, puff, mint a tésztaszűrőnek a sok-sok kis lyukán, egyszer csak így egy fénysugár megjelenik, megoldottad a kuant, és az egy olyan önbizalom, ami nagyon távol áll az egó triptől. Lehet belőle azt is csinálni, de az átmenet nagyon világos. Mert a kuant azt nem te oldod meg. Valójában a Kuan old meg téged. De ha abból azt csinált, hogy én jobban tudom, az egy hatalmas nagy távolság, amelyen keresztül te ént csináltál belőle. És ez látszik. Mert a következőt nem fogod megoldani. Úgyhogy nagyon-nagyon jó, amit mondtál. Kívánom azt, hogy mindenkinek a saját fixa ideái, ragaszkodásai, téves nézetei, és hamis azonosulásai mind menjenek bele abba az univerzális palacsinta tésztába, ahol az énségünk mind-mind egy-egy kicsi csomó. És addig kavarjuk és nyomjuk oda a lábas oldalához, eltrájboljuk azokat a picikek is csomókat, hogy amikor kisütjük az együttérzés tüzén a palacsintánkat, azt bölcsességgel fel tudjuk ajánlani a többi lénynek csomómentesen. Köszönöm Itten szépen. A, szívesen. A Kóan interjú alatt azt mondtad nekem, hogy hosszas, kitartó gyakorlás után, amiben beletartozik a leborulás, a éneklés és az ülés egyaránt, elérhetjük, hogy megtapasztaljuk a központunkat. Így van. Beszélnél nekem arról, hogy mi ez a megtapasztalás? Tehát milyen érzés, vagy mi történik akkor? amikor ezt a hangot hallod, megszakad az én alkotás folyamata. Általában azt mondjuk, hogy megszakítod a gondolkodást vagy a narratívádat, de ez önmagában még nem jelentene semmit, ha nem tudnánk és tapasztalnánk, hogy az én csinálás folyamatát szakítjuk meg. Csak akkor hirtelen tisztán látunk. Na most, ha ezt energetikailag valahova tenni kell, ez a tantián. A tantien az, ahol nem differenciálódik semmiféle tudattartalom. Ez a középpont. Ez a fának a gyökere. Ez minden jelenség alfája és omegája. Ide térünk vissza pillanatról pillanatra, megélvén az egység szentségét ebben a pillanatban, is. ez gyönyörű. Ha gyenge a centered, ez a középpont, akkor állandóan az elnyomott érzelmek, a megélt érzelmek, a beszéd, a gondolkodás és a nemzetszaporítás különböző differenciálódásaihoz ragaszkodnánk. Azzal azonosulnánk, azt a szenvedést vinnénk tovább magunknak és másoknak egyaránt. De a középpont azt jelenti, hogy ettől sikerül megszabadulni, visszatérni az egység állapotába, amely azzal kezdődik, hogy egyetlen pillanatra, az én alkotás folyamatát, a kényszerű dualizálás folyamatát megszakítjuk. És amikor erős a centered, akkor a tiszta térszerű és tükörszerű tudat is erős. Erős középponttal nem követed a karmát, hanem látod és műveled. Uralkodsz a karmán, és nem a karma uralkodik rajtad. Ezért kell az erős középpont. Mert hogyha nem elég erős a középpontod, összetörik a tükröd, és szétesik a pillanatod és darabokra szakad a tudatod. Ezért kell az erős középpont, hogy kibírd a válságokat, hogy jól lásd a káoszt, hogy újra tud alkotni magad és a világot pillanatról pillanatra. És ha ez nincs, akkor csak ideákat, modelleket, mintákat, rutinokat, azaz karmát követünk, és próbálunk egyik csöbörből a másik vödörbe úgy esni, hogy az jó essen. Egy idő után nem esik jól. Ezért kell a középpont, és a pillanatnak, a térnek, a tükörnek a tiszta tapasztalata. Ezek a fogalmak mind szinonimak. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. A mi a dolgom kérdést szeretném megkérdezni, hogy egyenlőség jelet lehet tenni a között, hogy mi a dolgom, vagy mi a sorsom? Nem. A sors a nyersanyag. A dolgod az, amit választasz. De azt hiába kérdezgetem, hogyha nem tiszta a tudatom. Olyan Ez választ kapok, ami nem megfelelő. Ez így van. Tehát tiszta tudattal kell kérdezni. Ezért gyakoroljuk azt, amit hajnali négytől este kilencig. Tehát tiszta tudattal megkérdezed, hogy mi a dolgom, helyes választ kapsz. Ha nem, akkor csak a karmádottan visszhangzik. Mikor tudom, hogy tiszta a tudatom? Onnan, hogy akarat nélkül, vonzás és taszítás nélkül a válasz nem mozdul el a kérdés mellől. Újra és újra fölteszed, hogy mi a dolgom, és spontán, világosan, vonzás és taszítás nélkül ugyanaz a válasz megjelenik. Utána, ha leköveted elmével, az okozatiság tisztánlátásával, akkor az is visszaigazolja, hogy helyesen döntöttél. -e. Tehát, hogyha valakinek tisztán, világosan, duális, poláris véleményalkotás nélkül az jön, hogy mi a dolgom, fegyverkereskedő. Nem biztos, hogy ezt a korábbi karmát ki kéne élni, pedig olyan tisztának tűnt. És akkor ezt visszaküldöd a saját komposzthalmodba, és majd csak kijön belőle valami más. Tehát mind a két helyen, a lélekben és a világban is stimmelnie kell. Tehát onnan tudod, hogy tiszta, hogy a mikrokozmoszban és a makrokozmoszban is helyes az eredmény. Nagyon fontos olyan elképesztő ideavilágot viszünk magunkkal, és olyan illúzió és hamis azonosulás gyűjteményeket görgetünk, mint kis galacsintúró bogár az egyiptomi szentélyekben, hogy ez olyan hihetetlen. És azt hisszük, hogy hát ezek vagyunk mink, és ez a dolgunk, és ez a sorsunk, és nem. Teljesen tiszta tudattal kérdezel, válaszolsz belül. És amikor tényleg a nem gondolkodóból jön, akkor az belül is, kívül is követhető, mert megvalósítja a nemes nyolcré ősvényt. Helyes nézet, helyes beszéd, helyes életvitel, helyes elmélyedés, helyes erőfeszítés, és a többi. Hogy így lehet azt látni, a sors a nyersanyag. Az út az a tudatos döntés. Minél tisztább a tudatod, annál helyesebben döntesz. Köszönöm szépen. Szívesen. első kérdés, hogy ez a padló nem tud megrepedni. De, hogyha sokat ütjük, akkor megreped. Igen, ja, angodalommal figyelem, hogy maradt-e valami maradvány. Te csak használd a zen hogy nyugodtan, Gariba van, megoldjuk, jó? Jó, a második kérdésem, megnyugodtam. A második kérdésem az pedig az lenne, hogy én mióta elkezdtem gyakorolni, szellemi utat járni, mindig a keleti tradíciók vonalán jártam, Jóga Csikkunkzen. Mostanában viszont elkezdett foglalkoztatni a, a kereszténység. Eddig ezt így teljesen elutasítottam, és az lenne a kérdésem, hogy a, a például Jézusnak a tanításai hogy tudnak kapcsolódni a zenhez, a buddhizmushoz. És van egy konkrét tanítás, ami most így a, a, a fejemben van, kér kérj és megadatik. Ez, ezt le lehet fordítani zen terminológiára? Lehet, de minek? Fantasztikusan kapcsolódik Jézus urunk és a Mahajána összes tanítása. Ez a melyik sorból kérdezed? Akár az érzelmek, akár az értelem, a cselekvés, a szeretet minden szintjén kapcsolódik, csak meg kell haladni a tételes vallások által teremtett különbségeket. Hát itt nincs buddhizmus, itt nincs kereszténység, ezt birodalomépítő emberek csinálták. És hogyha a tant megnézed, amit ténylegesen tanítottak ezek az emberek, nem az írásokban van, vagy nagyon kevés van csak az írásokban. Személyes meglátásom, hogy európai születésű ember nem haladhat addig lényegesen semmilyen úton sem, amíg a Jézusi tanítással és a tényleges átadott szellemi örökséggel a viszonyát nem rendezi. De tessék belül helyre tenni. Ez mindenkinek a személyes feladata. Lásd meg azt a szeretetet, tapasztald meg azt az elképesztő együttérzést, amit ő idehozott és manifestált. És azt a tudatot, amely tényleg túl van életen és halálon. És bemutatta azt, hogy a, a teljesen megvilágosodott lélek mire képes. Teljesen hátrahagyta a tant, csak a hagyománytest sérült később. Úgyhogy se buddhizmus, se kereszténység. Egy út van és kész. Jó? Köszönöm. Szívesen. Szeretnék kérni egy javaslatot. Mostanában a meditáció közben Többször előfordul velem, hogy elalszok, tehát így hirtelen utána visszaébredek. Hogyha tudnál tanácsolni nekem valamit, hogy mit, hogyan lehet ezt a, ezt a, hogy ne aludjak el. Belealszok a meditációba. Először tudatosítani kell, hogy most nappal van. És éjszaka alszunk, nappal ébren vagyunk amíg a tudatot engeded ide-oda mászkálni, addig az azt csinálja, amit épp a karmád akar. Szerencsére sokat utaztam kontinensek között, és oda-vissza tapasztaltam olyan időeltolódásokat, hogy ilyen 9 óra, meg 6 óra, 10 óra, nyugatra és keletre is. És a bioritmusod totálisan fel tud borulni, mert azt hiszed, hogy még éjszaka van, holott már nappal van. Egy olyan speciális technikát fejlesztettem ki, amely a semmi közepén 12 ezer méter magasan gyakorolható. Tudatosítom, hogy ismét egy órát jöttem nyugat felé. Megint egy órát jöttem nyugat felé, és valójában nem az az idő, amit én elkezdtem ott az induláskor, hanem már mínusz egy óra, már mínusz két óra, már mínusz három óra. Most hajnali három van, most hajnali négy van, hajnali öt. És ekkor beszabályzod, mielőtt földet érsz, hogy te ténylegesen az összes energiádat és az összes mentális tevékenységedet ebbe a pillanatba visszahozd. Ez annyira üdít, frissít, hogy az átállás idejét ilyen töredékére tudja csökkenteni. Na most a legelső az, hogy az önfegyelem megszólal, nappal van, nem asszom. Meditáció van, éber vagyok. Ezek alapmondatok. Erre lehet a technikát építeni, hogy nem csukod be a szemedet, hanem csak résse nyitva van, 45 fokban nézel lefelé, nem összpontosítasz a homlok csakrádra, ide jössz be a tantienbe, figyeled a légzést, ha kell, egy picit megfeszíted a hasizmodat, hogy hang nélkül, de egy kis vérpumpálás az ott legyen, és a lélegzet ugye, ne szólaljon meg így, az más. A technika az a helyes nézet esetén vezet eredményre. A helyes nézet energia nélkül semmit nem ér. Tehát amikor a Tao Te King, vagy újabb fordítás, D Tao Ching, ugye, az erőfeszítés per hajtáslánc, per energia, és az út, mint irányvétel, GPS koordináta, ennek az egységéből áll össze minden. Tehát az út, az az irány, az információ, a tudattartalom, a D, mint erőfeszítés, energia, hajtóerő, az pedig az az energia, ami kell. Anélkül nem megy. Ha az energiád nincs jó helyen, akkor a tudattartalom is összekavarodik. Ha a tudattartalom nem tiszta, az energia szerteszélyen repül, vagy rossz helyre megy. Nézd meg a hibáidat, amiket elkövetél eddig az életben. Az energiád, vagy a tudatod, vagy mindkettő nem volt tiszta. Nem volt a helyén, nem megfelelő irányban ment, nem megfelelően működött. Ezért kell ébernek maradni, úgy, hogy visszajössz a pillanatba. És a felső csakrák összes tartalmát elengeded úgy, ahogy van. Köszönöm. Szívesen. Szeretnék visszatérni az előző kérdésemre adott válaszodhoz. Mit, mit jelent az, hogy lehozni együttérzést a ma emberének gyakorlatban? Ez a megtestesülés, tehát az inkarnáció ténye, az, hogy a lélek teste tölt, ez a lehozás. Tehát lehozott föntről. És ez mit jelent ma? Az, hogy nincs az a futásszolgálat, ami helyetted ezt elvégezni. Ez azt jelenti, hogy nézd meg, hogy pontosan milyen tudattal, milyen lélekállapotban élünk ebben a testben, mert amit ennek az életnek a végén te fölviszel, azt fogod a következőben lehozni. És amit lehoztál most, a születésedkor, az az összes korábbi karmádnak a summázata. Ez a lehozás, meg a felvitel. Csak azért, hogy egy kicsit eseménydúsabb legyen, amikor gyakorolsz, és a látható és a láthatatlan kapcsolatot ugye helyreállítod, felismered mondjuk a darmát, amely ugyanúgy működik odafönt és ide lent, csak más környezetben, akkor ezt a kapcsolatot nagyon magas minőségűre föl lehet transformálni. És ez a léleknek a megnemesedése, vagy a tudatosság, a világosság tapasztalata. Ezáltal szintén hozunk és manifestálunk karmát. Nem csak a születéskor lehozod a csomagot, itt elmókolunk vele egy darab ideig, és utána pedig fölvisszük, hanem hatalmas nagy kapcsolatot lehet az életben egy megfelelő transzcendens ösvény követésével, gyakorlással végrehajtani. Ez nagyon fontos. Tehát mi ebben a pillanatban a tant hozzuk ide. Nem le vagy föl, ide. Amikor mantrázunk és éneklünk, akkor azokat a minőségeket jelenítjük meg, ha akarod lehozzuk, amely egyébként a Földön nem manifestálódna. Nézd meg a mantrák tartalmát, intellektusnak egy kis táplálék, és érezd meg az energetikáját éneklés közben. Az a közvetlen tapasztalás. És világos, hogy ezeket a minőségeket azért érdemes lehozni vagy manifestálni, ezek nélkül az életünk és a halálunk ezen a földön olyan elképesztően borzalmatosan szenvedésteli lenne, hogy az szükségtelen és elviselhetetlen egyszerre. Nézd meg kultúrákat, történelmi korokat, és állis párhuzamba mondjuk a műveltség, vallásosság, transzcendens ösvény jelenlétét és az életminőséget, valamint amikor ezek a setét középkorban vagy egyéb borzalmatos időszakokban, óriási csorbát szenvedtek, ellettek nyomva, kilettek írtva, lelettek fokozva, és akkor milyen életminőségünk volt, mint emberiség. Úgyhogy jó a kérdés. Nem mindegy, mit hozunk le, nem mindegy, milyen kapcsolatot teremtünk a látható és a láthatatlan az érzékszerv és az érzékszerv fölötti világ között. Ezen múlik életünk és halálunk minősége, kapcsolataink minősége, és a többi. Még egy kérdésem lenne ehhez, hogy ö, ha már valami ö, járt lent itt a Földön, ahhoz könnyebb kapcsolódni? Hát, Tehát sosem ugyanaz. Hát. Neked az közvetlenül meg kell oldani. Van egy olyan tér, amiben mondjuk egy bizonyos darma energia felhalmozódott, azért már egy pár éve folytatjuk ezt a tevékenységet napi szinten, itt könnyebb. Itt már megvan ez a kémény hatás. Megvan az az atmoszféra, az a fajta kisugázás, nevezd akárhogy. És ez az, ami titkon téged visszahoz ide. Nem könnyebb, csak lehetséges, attól függ, hogy te mekkora vastagpáncért hoztál be. És vannak erre kalibrált terek, és erre kitalált tevékenységek, és ennek a jegyében összegyűlő emberek. És itt is könnyebb, de senki helyetted nem hozza le. Senki. Senki helyetted nem teremt kapcsolat. Miért? A te lelked, a tiéd, a te tested, a tiéd, ezzel neked kell dülőre jutni. De nem vagy vele egyedül, nincs módszer hiány, az út járható, a tanítás megismerhető, és így tudunk gyakorolni. De ha megnézed, Jézus itt járta óta, a világ nem lett szeretettelibb vagy együttérzőbb voltak ilyen gyönyörűséges korszakok, amikor úgy tűnt, hogy jobban megy, aztán ezek így aláhullottak, aztán megint meg kell teremteni a romokból. Nézd meg az elmúlt 2000 évet csak Európában. Katasztrofális, hogy mennyire nem tanulunk a saját karmánkból, mint ember csoport, mint emberi faj. Újra és újra, pillanatról pillanatra, generációról generációra, évszázadról évszázadra újra meg kell teremtenünk ezeket a minőségeket. Magunkban, és segíteni másoknak, hogy ők is átélhessék. És akkor járjuk az utat. Jó? Köszönöm. Szívesen. Azt még csak tapasztalom talán, hogy hol van az az ide. Lent. De hol van az odafent. Mit csinálsz most? Ülök a szőnyegen. Akkor itt van a tudatod. De hol van az odafent? Hol van az odafent? Hogy, hogy, Hol hogy... van az odafent? Igen. Hogy ami, minden, ami... ami a fejbúbot fölött van, az odafent. Ezen a vonalon így lefelé, az az idelent, és ami a földvonal alatt van, az a nagyon-nagyon odalent. Tehát ez a tradicionális világlátásnak a három síkja: a felső világ, a középső világ és az alsó világ. Az odafent így az érzékszer fölötti. Az idelent az a látható. És az odalent nagyon, az pedig hát a, az egyéni és kollektív tudattalamba eltemetett valóság. Kínának a régi nevezett Chunghuo, a középső föld, vagy középső ország. Teljesen taoista nézet, hogy van három, fönt, középen és lent, vagy alul, és a taoista kilences, mint szent szám, az azért az, mert a felsőben is van három, a nagyon felső, közép felső és alsó felső, és a középsőben is van három, meg a legalsóban is van három, háromszor három egyenlő kilenc. De erre nem sok embernek van lehetősége, hogy megtapasztalja. Minden embernek van lehetősége. Kevés él vele. Azért járok ide, hogy megtapasztaljam, de nem érzem, hogy ebben az életben ez menni fog. Én is ezért járok ide, hogy megtapasztaljam. És közös gyakorlással szerintem mind a kettőnknek sikerül. Úgy legyen. Amen. Köszönöm. Egyéb kérdés? Hát most lebuktatom magam, de ö, váltottam én is egy kicsit a meditációba, és kérdéssel kezdtem dolgozni. És ehhez nem a kérdés? Ez teljesen természetes. Hát, de nem egyeztettem a tanítómmal. Ugyevár. Ezt nem kell három példányba benyújtani, <laughs> ez nem olyan. Jobb. Majd, hogyha olyat akarsz, akkor majd szólsz. Egy kicsit ilyen magánprojekt. Hogy egy kicsit a meditáció, hogy változtattam. Most valami furcsát tapasztalok, kicsit. tudnál egy kicsit segíteni, mert nem is. Hogy... Jó van. Na mondjad tovább. Na és hát én is kérdéssel dolgozom, de nem, én nem igazán hallok választ. Tehát ez, hogy ez... örüljél, -e? Olyan választ, meg van, nem tudsz vele mit csinálni. Nincs ez a billenő platos teherautó, amivel annyi kormát egyszerre így a sűrjesztőbe le tudná billenteni, te? Hát azért ez nagyon komoly. Nincs válasz, hát örülj neki, Nincs. maradjál meg a kérdés szentséges terében, és akkor az úgy jó lesz. Büszke vagyok rád. Mi egyéb kérdésed van? Hát nekem ez volt igazán, hogy, hogy nem kellene közbe valamik üljenek, vagy. Ne vagy. Örülünk! a kérdés tiszta terében 360 fokos nyitottságában ott maradjá meg, és a kérdés az a teret és a középpontot és a tükröt tartja. És a következő lépés az, hogy a kérdésnek már a szóbelisége se kelljen, csak a kérdés maga. Nem kell kimondani, belül ott van. Jó. Köszönöm. Szívesen. Csak visszatérnék a határok, korlátok és a csend kérdésére. Az, hogy ide eljövünk elvonulni, mindenki elfogadja, hogy tartja a csendet. Régebben ez nagyon szigorúan volt kezelve, most ez egy kicsit lazábbnak, történt, lazábbnak érzem. Hogyan lehetne ezt helyre tenni? Miért Csendel. van egyáltalán szüksége arra, hogy egy tíznapos elvonuláson szigorúan mindenki csendet tartson és befele irányítsa az energiát? Azért, mert hogyha nem ezt tennénk, akkor megjelennének ilyen elképesztő projekciók, vélemények, elvárások, és a rusnya elintézetlen kapcsolati karma így hordóval, raklappal, így vetülnek ki a másik emberre. Az, hogy itt nagy és szavak nélkül együtt tudunk működni, az annak a záloga, hogy itt megtisztulás van, és nem újra meghempergünk a saját kicsek és moslékunkban, vagy trágyadombunkban. És amikor nagyon tisztán látod, hogy mi az, amit nem mondtál ki, de ha kimondtad volna, akkor Úristen, akkor már változtattál a karmádon. Tehát a csend az itt jobb, mint a szentség. A csendben, mint a mozdulatlan tiszta tükörben, minden impulzus, ami beszéltetne, látszik. És a csend az itt gyógyít. Nincsenek félreértések. Ne szólj hozzám. Nem szól hozzád senki. Tehát amikor funkcionális ugye, társalgás vagy kommunikáció van, azt tudjuk, hogy miért van. Munkaidő. Kóan cool interjú, vagy éppen darma beszéd. De ezen kívül véleménycsere, ilyen kis egyéb kapcsolati szálak szövegetése vagy elvágása nincs, mert akkor állandóan egymással foglalkoznánk. Nekem személyes élményem az első igazán csendes elvonulásomról, hogy csak úgy figyeled az embereket így a szemed sarkából, mert ugye meditáció, meg étkezés, meg különösen éneklés közben nem forgatjuk a fejünket így jobbra, meg balra, meg nézünk a másikra. Ilyet nem csinálunk egyáltalán. Tehát a szemed sarkából így megfigyeled, hogy a másik így ippen mit csinál, hogy jár, hogy szolgálja fel a kajcsit, hogy fogja az énekes könyvet, hogy rád a másik szemes sarkából, és a többi. Hát ezek ilyen apróságok, és a megfigyelésből azért összeáll egy karakterkép. És amikor az elvonulás végén megszólal, akkor így akkora csalódás, hogy az mi hihetetlen. Tehát olyan szép volt eddig, de most megszólalt, hát ez valami katasztrófa. Én azt hittem róla, hogy hogy, azt közben annyira dehogy, hogy az leírhatatlan. És nézd meg a fordítottját, amikor mondjuk a hétköznapi életben beszéddel indul a kapcsolat. Tehát, hogy elkezdünk úgy beszélgetni, lényegesebb ismeret nélkül, vagy tapasztalati háttér nélkül. És akkor a beszéd alapján kialakul egy önkép és egy más kép az emberben. És egyszer csak elhallgatunk. És az elhallgatás nyomán olyan dolgok derülnek ki, hogy minden, amit addig hallottál a másikról és a másik túl, az így szinte érvényét veszti. Mert amit te közvetlenül láttál és tapasztaltál abban a boldogságos csendben, legyen az pár perc, pár óra, vagy megfigyelted az illető cselekvés közben, az a totálisan megcáfolja mindazt, amit addig egymásról mondtatok, meghallottatok. Érdemes mind a kettőt tapasztalni, itt a csendes változattal kezdünk. Aztán majd szombat délután megszólalsz. De addig figyelj! és ne lepődj meg, hogyha 180 fokos fordulat következik be, miután elkezdtünk verbálisan is egy kicsikét mozogni. Úgyhogy ez a felnőtt változat. Nem szeretnék ünneprontó lenni, remélem még lesz egy kérdés lehetőség. Nagyon régóta érik bennem a szomorúság meghaladásáról, hogyha beszélnél. Én mióta Magyarországra költöztem ez a bő nyolc hónapja, valami olyan végtelen szomorúság költözött rám, amit én egyszerűen így, így érzek, hogy, a, hogy, hogy, kimondhatatlan. Tapasztalod a csoportkarmának az egyik nagyon mély szintjét, ez az egyik. A másik, néha azért vissza kell menni Ázsiába. Tehát én csak úgy tudtam magát a darmát itt gyakorolni, hogy rendszeresen visszajártam. És ez ebben az évben nem történik meg. Tehát ez az első év, hogy legalább 12 hónapon keresztül, és hogyha nézem az előtte, utána még biztos eltelő időszakot, hát hogy másfél éven keresztül nem jutok vissza Koreába, és az energiaforrásra szükség van. Mert különben az itteni karma elkezd uralni. Igen, ám, csak nem mindig tudunk visszamenni földrajzilag a forráshoz. Mi van, ha egyszer odamész, és nem találsz templomot ott, ahol eddig volt? Ezt belül kell megoldani azt, hogy a szomorúság valahogy a gyakorlat és a kapcsolat és a tevékenység következtében elmúljon. Hogyan? Ha szomorú vagy, okoz örömet másoknak. És a szomorúságod el fog tűnni. Én még mindig azt kérdezem, hogy mit keresek itt, annyira új vagyok. <laughs> Bennem sok kérdés van. Nehéz összekapcsolódni ezzel a szellemiséggel, az érzem az erejét. Az éneklés erejét, érzem a tudatosságotok erejét. De mégis annyira más útról jövök, tehát nagyon a kereszténységből, aztán a pszichológia, pszichoterápia útjáról, ahol a személyiséggel dolgozunk, ahol úgy segítek embereken, hogy hallgatom, és próbálom a személyiségét fejleszteni. És hát azt látom, hogy van egy pont, ahol megakad a fejlődés. És azért, mert nem halad a felébredés útján. De hogy közben meg azt is, azt is tapasztalom, hogy aki a felébredés útján indul el, mély tiszteletem, eddig már meghaltam volna, ennyit ültem volna a fenekemen, mint ti, <laughs> ott is azt érzékelem, hogy ha a személyiségben nagyon-nagyon el vagyunk veszve, tehát nagyon éretlen, nem tudatos az, hogy hol van az eszem, a gondolkodásom, hogy hol van a, az egostruktúra a mentális és pszichés funkciókkal együtt, ami érzés, vágy, stb. Ugye, és akkor afölé, hogy jön az intuíció és a magasabb tudatszintek, ugye, ahogyan el akarunk élni egy módosultabb tudatállapotba, amit a pszichoterapia segítségével létrehozunk, és tudjuk a személyiséget gyógyítani, kiteljesíteni, vigasztalni. Tehát, hogy vissza tudok nyúlni a legkisebb önmagamhoz, és beemelni, beintegrálni. És hogy, mint egyszerre, ezt az öreg Downer Bélától tanultam, aki egyszerre nyugati pszichoterapeuta, és keleten jogi nagymester. Hogyha ezt nem csináljuk együtt, hogy, hogy, haladok a felnövekedés útján, tehát, hogy a személyiségemben meglévő érzelmi, stb. lehet, hogy itt nem tudom, szamszkárának hívják, ami valamiféle elakadás, tudatosítom és gyógyítom, felneveztem, közben pedig a felébredéssel egy magasabb szintről látva azt meghaladom. És hogy ez mintha egy párhuzamos út lenne, és hogy nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan a mondanál bármit, akkor könnyebb lenne megérkeznem. <laughs> hogy, hogy például, ha meditálok, testérzeteim van. Ugye, akkor bekapcsol, bekapcsol mondjuk a szívem. Itt mondta valaki, hogy hasad a szíve. A ugye azt tanultam, hogy akkor megformáld meg az érzést. <laughs> Valahogyan jelenítsd meg azt az érzést magadnak. És amikor ez megvan, akkor honnan ismerős? Menj vissza. És akkor megtalálok egy emléket, lehet, hogy egy gyerekkori elárult önmagamat, aki, nem tudom, sír a góréban És valaki bántotta. És akkor menj oda a felnőtténet, de vigasztod meg egy picit, amit mondtál az idővonallal, hogy gyakorlatilag a tudatommal segítem azt a lemaradt, leszakadt kicsi én részemet, hogy, hogy ott megvigasztalódva megtehetem azt. Én magamnak lehetek jobb apja, És be, beintegrálom, vissza, fölnövezhetem. És hogy nem mindegy, hogy honnan nézek rá. Tehát, hogyha a felébredés útján nem, nem haladok, akkor ugye egy nagyon alacsony szintről nem tudom megoldani ezt a problémát. Ha magasabbról nézek rá, akkor már igen. Tehát, hogy valahogy, és más, most még egy kérdés még az, hogy, hogy nagyon sok bocsánat, <gül> <gül> hogy, illetve néha ez így félelmetes is, hogyha csak ülök a fenekemen, akkor de a személyiségemmel nem tudok dolgozni, mert még senki nem szeretett vagy érzett együtt velem. Tehát nem volt, ahogy, ahol tanuljam, hogy hogyan bánjak magammal, akkor hogy a fenébe jutok ki abból, hogy ülök és szomorú vagyok. Tehát, hogy én azt látom, hogy mind nagyon fontos, befejezte. Még nem volták olyan interjú. De egyetlen egyszer. Szóval még ilyen induló. Még nem volták kóan interjú. Ha többet jössz, akkor a saját tapasztalatod segít integrálni az akadémiai székfoglalót a meditációs párnára. Jelenleg úgy vagy, hogy az összes gondolatod egy gyönyörűséges rendszerben van, és érzed azt, hogy itt valami más történik. És igazad van, itt a gondolat előtti vagy a gondolkodáson túli tudatot tapasztaljuk, és belül végezzük el azt, amelyet nagyon sokszor. Úgy érzel, hogy ugye kívül a terappal kell elvégezni, legalábbis a nyugati paradigma szerint. Mind a szellemi autonómiára, mind az interaktív, majdnem terápiás beszélgetésre szükség van, és ezt gyakoroljuk itt, a zen paradigmáján belül. Az érzékszerfesz kötött lénynek ki a legjobb tanítója? Először, Mondtad, először, csak először, summázd. Először az anyja meg az apja. Nem. Ugyanolyan érzékszerfesz kötött az anyja meg az apja, mint ő. Hát önmaga. Nem. Önmaga is teljesen érzékszerfesz kötött. Hát egy érzékszerfesz kötött lénynek a buddha a legjobb tanítója. Aki teljesen elérte azt a felébredést, amiről te is beszéltél. Ezek nem párhuzamos utak, ezek egymásba hajló utak. Nem két elválasztott sínpár, hanem pontosan a yin és a yangnak a két kis halacskája, amik így egymásba fordul. És ki a buddha legjobb tanítója? Hát azt gondolom, hogy van valami egy pont, és... Elmélet. Inter, a buddha legjobb tanítója az érzékszerfez kötött lény. Segít a saját terápiás praxisodban. Nézd meg. Ugyanis, hogyha az ember azt gondolja, hogy a meghaladás által ő valami olyat ér el, ami által ő már csak tanít, de nem tanul, akkor egy olyan zsákutcába és útvesztőbe megy bele, hogy az valami hihetetlen. Tehát meglát olyan tanítókat, akik képtelenek a tanulásra, és olyan terapokat, akik tele vannak problémával, de képtelenek az öngyógyításra, és a külső, akár szupervázortól, akár más teraptól egy darab, Hasznos tanácsot nem tudnak elfogadni. Semmi esélyük nincs rá. Tehát nézd meg, az érzékszerfesz kötött tanítója, a teljesen megszabadult, a teljesen megszabadult tanítója az érzékszerves kötött. És ez segít egy kicsit integrálni azt, amit te a terápiás praxisodban a gondolat a gyerekkori traumák azonosítása által, a szanszkárák tudatalatti azonosítása által szépen tapasztalsz és használsz, illetve azt, az elképesztő tiszta teret, a meg nem nyilvánultat, a tiszta tükröt, a gondolkodás előttit, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy amit te csinálsz, és mindannyian csinálunk a mindennapi életünkben, azt helyesen gyakoroljuk. Mert ha nincs meg a tiszta tudat és a tiszta tükör, egyetlen módszert sem tudsz végrehajtani. És minden módszernek valahol arra kéne irányulni, hogy a belső szellemi autonómiát a helyes kölcsönhatás és kapcsolatteremtés által gyakoroljuk. És ne vegyük el egymástól. Úgyhogy nézd meg, hogy a gondolkodó és a gondolkodás előtti, az internalizált és az externalizált, a tér és a tárgy, azok hogyan hatnak egymásra hogyan tudnak egy olyasfajta szinergiát alkotni, ahol mondjuk nyugaton kívül beszéltetjük a pacienst, és akkor elmondja, és te azonosítod, és segítesz helyrerakni, és átrendezed a kognitív térképet, nyugati paradigma, belső, megtanítalak arra, hogy hogyan lásd a karmádat. Az adott tükörben te, amit látsz, elkezded a duális projekciókat leszedni róla. Elkezded tisztán látni, Különböző szélsőséges reakciók nélkül, és amikor leszeded a tapasztalatról ezeket a szélsőséges duális címkéket, hogy jó, rossz, én, más, utálom, szeretem, akkor kezd el reintegrálódni a személyiség normálisan működő rétegébe az, amelyet addig a tudattalanodban a nagyon pozitív vagy a nagyon negatív pincéjébe elkülönítettél. Két teljesen külön út találkozik ebben a pillanatban, és ez az egészséges személyiség. Mind a kettőre szükség van. A belsőre és a külsőre egyaránt. A kimondottra és a kimondatlanra egyaránt, mert az eredmény az az egész. Nevezhetem egyévállásnak, nevezhetem gyógyulásnak, nevezhetem kiegészülésnek, nevezhetem boldogságnak. De ha nincs meg, azt tudod. A nyugat nagyon jó az artikulálásban, a diagnosztikában, a leírásban, és rengeteg könyvet töltöttünk meg azzal, hogy szerintünk a lélekben mi van. Keleten az eredeti tan ezt nem csinálja, hanem módszer van, út van és tapasztalat van, és idehoz vissza. A dualitások elé, az egyévállás pillanatába. És te nagyon jól tudod a saját praxisodból, hogy amíg a kliens azonosul a traumájának egyetlen egy százalékával is, addig a gyógyulás folyamata nem teljes mihelyt az azonosulás megszűnt, abban a pillanatban azt a karmát tudja megszüntetni, újra teremteni, tartani, elvetni, bármit. A nyugat, mivel az azonosulás nem szünteti meg, ezért elképesztő sok műveletet végez ahhoz, hogy a személyiség egészséges legyen, de ha nincs transzcendens tapasztalat, nincs meg a rálátás. Tehát az énség tapasztalata és a nem én tapasztalata ugyanolyan fontos. És nézd meg, hogy keleten ugye ott nem artikulálnak, tedd félre a karmát, érd el a felébredést, és utána pedig majd az együttérzésed és a bölcsességed vezérel. Itthon viszont, nyugaton, semmit nem akarunk ebből, főleg az ilyen vallásos, meg egyéb dolgokból, mert akkor ugye sérül az autonómiát, sérül az önképet, sérül egy csomó minden. A kelet és a nyugat megfelelő szinergiájából lesz ez egész. És én remélem, hogy mindannyian megtaláljuk a kiegészülés, a harmónia, a felébredés és az egészség útját, mely által boldogá tehetjük ezt a világot, csak egy picit boldogabbá és óvatosan, és ezáltal magunk is a világból boldogsághoz jutunk. Ne tessék az önszeretet csapdájába esni. Tessék valaki más szeretni, és majd ő viszont szeret téged. Ez így lesz jó. Köszönöm a figyelmet.